Liturgiával ünnepelték május első hétvégéjén a húsvétot a baranyai szerbek. Az ortodox húsvétot az ünnepek ünnepének nevezik. Összetett liturgiája van is, 7 hetes böjt, azt pedig 3 hetes előkészületi időszak előzi meg. A tiszta hétfőtől Lázár szombatjáig tartó Szent 40 nap, vagyis a nagy böjt ideje alatt az ortodox keresztények meghatározott rendszerint nem csak a hústól, de a tejtermékektől, valamint a bortól és az olajtól is tartózkodnak. Az egész nagy hét egy várakozásban és egy ünneplésben telik, bár az első napjai azok a szomorúságnak a napjai és a szomorúságnak az időszaka, egészen hétfőtől péntekig Krisztus kereszthalálára és feltámadására készülünk a napi liturgikus eseményekkel, aztán nagy szombaton vált át a szomorúság örömbe, amikor nagy szombat este már a sötét ruhákat világosra cseréljük, és már elővételezzük Krisztusnak a feltámadását. Az ünnepi liturgiának a legfontosabb része, a sokszor elénekeljük azt, hogy Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Ezt azért énekeljük el ilyen sokszor, mert ez a mi reménységünk, ez a mi örömünk, ez a mi jövőnk, ez a mi jövőbe vetett hitünk. A pászka kosárba kizárólag olyan ételeket teszünk be, amit a böjt során nem fogyasztottunk, mivel az ortodox egyháznak a böjti fegyelme elég szigorú, csak növényi ételt fogyasztunk egészen 7 héten keresztül a nagyböjt során. Ezért most azok az ételek kerültek be a kosárba, amelyeket eddig nem fogyasztottunk, tehát tojás, tejtermék, hús, alkohol és egyéb dolgok. A tojást is megszenteltük, mint az ételt is megszenteljük, ezért ezeknek a megszentelt ételeknek, illetve a tojásnak is a maradékáit, tehát például a héját, azt nem dobjuk ki, mint szentelményt, hanem a földbe ásva adjuk vissza a természetnek. Több családban 2 húsvétot is tartanak, hiszen gyakoriak a vegyes házasságok, de vallási okokból ragaszkodnak a Julianus féle naptár szerinti ünnephez is. A családunk többi része ugye katolikus, és velük meg szoktuk ünnepelni a katolikus húsvétot, viszont ez ilyen lelki húsvét számunkra, inkább ez a fontosabb, erre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Ez az az ünnep, amikor a családtól távolabb élő fiatalok is hazajönnek. Most így Pesten lakom igazából nagyon ritkán, de ünnepekkor azért igyekszem mindig itt lenni. Szűk családi körben szoktuk otthon ünnepelni, igazából édesanyám szokott készíteni nagyon finom ebédet, ugye húsvét lévén valamilyen hústartalmú ételt, aminek mi gyerekek egyébként nagyon örülünk. Húsvét nem csak a kereszténység, de a zsidó-keresztény gyökerű európai kultúra egyik legnagyobb ünnepe. Ám a különböző felekezetek és egyházak gyakran eltérő időben más-más rítusokkal emlékeznek meg róla. Az ortodox egyház a húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget követő első tavaszi holtölte utáni vasárnapon ünnepli. Az idei ünnepnek a felelősségvállalás az üzenete. Az én húsvéti üzenetem az, hogy a szeretet az élet ünnepén, a feltámadás napján öleljük meg egymást, hogy növekedjék bennünk a szeretet. Ahogy Lukián budai püspökünk húsvéti üzenetében megfogalmazta, mi keresztények mindannyian egy cipőben járunk. Az a feladatunk, hogy a szeretet és az örök élet tanúi legyünk. Ezt próbáljuk megmutatni a környezetünkben és a világban is, és ezt szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek. A szertartás során megszentelték a kirakott ételeket, és imádkoztak a járvány áldozataiért és hozzátartozóiért.